A Tiszatáj könyvek sorozatában megjelent Norma Gergely első kötete, verses, kép és zenei kötet, vagyis Verbo Voco Vizuális Költői Terrorizmus. Ebből olvasok most fel egy részletet. Kijárási tilalom. Mikor apáink kilovagolnak, anyáink bedeszkázzák az ablakokat. A határól éget hajszagot hoz a szél. Ilyenkor a pincében imádkozunk, nincs itthon férfi, gyáván motyogunk, előjönnek a varjak, fosztogatnak kedvünkre, a háznál csak csendes lelkek maradtak, házi farkasok, szelíd álcák. A tűzhelyben parazsat hagyunk, logikát erőltetünk a káoszra. Nyelvünk alatt, fogíny mögött méregfiolák. Nyitott szájjal fekszünk, míg fogyni kezd a hold. Szemünk sarkából magok csíráznak. Az üres őrtornyok felett rózsaszín ég, mélyen bennünk lakoznak a színek, szemhéjaink alól csomókká burjánzik a mag. Nap felé fordulunk, lábaink a patakban, erre a világra születtünk, lenyűgöznek fényei. Kikopnak belőlünk a hormonok. Körmeink és hajunk fotoszintetizál. A hangos bemondó nyugalomra int, de fülünk már más tartományt érzékel. Egyedi méretben, egyedi olvasóknak. Orcsik Roland vagyok, a Grand Café Small Talk vendége.